A hagyományokhoz híven idén is megtartották a Mártonnapi felvonulást Visegrádon. Az iskolások és az óvodások egyszerre indultak, majd találkoztak a Millenniumi kápolnánál. Ezen a jeles napon, Márton napjára összegyűjtöttük a Visegrád apraját nagyját egy nagy ünnepre. Hosszú évek óta próbálkozunk azzal, hogy az egész községet megmozgassuk, és hogy lehet megmozgatni az egész községet, úgy, hogy a gyerekeken keresztül, tehát óvodásokon, iskolásokon keresztül. Hagyománya van egyébként a Márton nap megünneplésének Visegrádon, de elsősorban ugye az óvodások és az iskolásoknak az ünnepe ez. Ezt általában külön-külön szokták ünnepelni, de régóta tervezzük, hogy összehozzuk ezt így. És akkor együtt van a Visegrád apraja nagyja, és tényleg látjuk is, hogy itt vannak a szülők, nagyszülők, nagybácsik. Tehát az egész család ilyenkor megmozdul. Elő megy a Bódán, jaj, de pecke sárján, száz liba egy sorban, mennek a és nagy örömünkre szolgál, hogy idén először az iskola és az óvoda összefogásával létrejöhetett ez a Mártonnak. Az iskolások egy projekthét keretén belül megismerkedtek Márton életével, és ennek a megkoronázása ez a nap. Nagyon szépen köszönjük a szülőknek is, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, hogy ez a nap létrejöhetett. Projektünkön belül kiemelném a libás játéknapunkat, amikor memóriajátékoztunk, társasjátékoztunk, különbségkeresős feladatokat oldottunk meg, illetve másodiktól negyedik osztályig egy libás akadályversenyt találtunk ki, ahol különböző állomások voltak. Projektorral kivetítettünk feladatokat, illetve papír alapon is kaptak feladatokat a gyerekek, és állomásról állomásra mentek, és a csapatok pontot szereztek, és minden csapat kitalált magának egy nevet, és végül összeszámoltuk a pontot, és eredményt is hirdettünk. Nagyon sok feladattal készültünk, és énekekkel ezen a héten. Az elsősökkel magyarul, a Gyertek haza Ludaink játékot játszottuk többször, nagyon szerették, ezt már óvodában is tanulták. A második, harmadik, negyedikesekkel pedig ugyanezt németül,
Huszira Huszára címmel játszottuk el ugyanazt, nagyon tetszett neki. Ezen kívül a negyedik osztályban most már hagyomány, hogy Szent Márton életét németül mutatjuk be egy kis játék keretében, melynek középpontjában a Szent Mártonnak a jó cselekedete, amikor megosztja a köpenyét a koldussal. Nagyon lelkesek voltak a gyerekek a tanuláskor, sokféle anyagot hoztak be hozzá, eszközöket, az elsős gyerekek közül pedig libákat válogattunk, és közéjük bújt el végül is Szent Márton, amikor püspökké akarták választani, olyan szerény volt, hogy nem akart, hogy megválasztak püspöknek, és ez volt a refrénje a színdarabnak, hogy Martin Isten Guter Mann, tehát végig ez volt a legfontosabb üzenet, hogy mi is tegyük a jót, segítsünk a másiknak. Ezt az ünnepet sikerült úgy összehozni, hogy szülőkkel, a szülői munkaközösségekkel, a pedagógusokkal együtt és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a tagjaival együtt megszerveztük, mindenki belerakta a saját tudását, a saját ötletét, és hát természetesen sok segítőnk is volt, akik a műszaki dolgokat megoldották. Köszönet illeti Zeller Tibort is, aki a hotel és étterem tulajdonos Visegrádon, és hát természetesen a szülők, akik sütöttek, főztek, zenét szolgáltatnak, műsort szolgáltatnak a gyerekeken keresztül, úgyhogy megpróbálunk ebből egy hagyományt teremteni, hogy minden évben összegyűjjünk Márton napján, tehát november 11-én, és azok is ilyen sikeres ünnepek legyenek. Lelkünkbe hozhat fény a sok és gyertya, nem veszhetünk el, ha figyelünk egymásra. Sorsot fordíthat egy parányi jótett, magányos szívbe, ha remény magot ültet. Kicsi lámpásom fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lángjai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani.